Szóval sziasztok, én Csibi Andis vagyok, és arról fogok mesélni, hogy hogyan alakultam én át hagyományos programozóból indie független játékfejlesztőbe, és ezt két oroszlánt szeretném segítségül hívni. Nézzétek meg jól a két oroszlánnak az arcát, és így próbáljátok magatokban eldönteni, hogy vajon melyik oroszlán van nagyobb biztonságban, melyik állatkertben, melyik kint a szavannán, és teszi kockára az életét minden nap, melyik tudja, hogy mi lesz a vacsora. És ezek után azt a kérdést fejtsétek meg, hogy akkor vajon miért van az, hogy az az állat, amelyik tudja, hogy mi lesz a vacsora, és akire állatorvosok vigyáznak, mégis ilyen szomorú az arca, míg a másik viszonylag jól néz ki. És nem csak azért, mert szét van Instagram filterezve, hanem mindegyébként is így jobban egy olyan szerzete meg minden. És én gondolkodtam ezen, és egy éve én még az állatkerti állatoknak a biztonságos életét éltem. Egy nagyobb cégnél dolgoztam, ahol biztos állásom volt, biztos jövedelemmel. Egy kis csapatban dolgoztam, és így csináltuk is dolgokat, de valami nem stimmelt. És nem tudtam, hogy mi. Ha megszámoltam a pénzemet, és az derült ki, hogy ha kicsit megszorítom a nadrágszílt, akkor nagyjából egy évig tudok valami más csinálni. És vettem egy levegőt, felmondtam, és azóta más csinálok, elkezdtem a játékomon dolgozni, amire most mindjárt lesz szó, de itt az oroszlánok kapcsán azt akartam mondani, hogy amikor elkezdtem dolgozni a saját dolgomon, akkor hirtelen azt vettem észre, hogy kitalálok valamit, van egy ötletem, és akkor azt megcsinálom. És akkor van meg egy ötletem, megint megcsinálom. Kitalálom, megcsinálom, és ez iszonyatosan felgyorsult ez a ciklus, és hirtelen nagyon sok mindent kezdtem el csinálni, és úgy éreztem magam, mint hogyha így nem tudom, tízszer ennyit programoznék, meg tízszer ennyit tanulnék, mint azt a céggel csináltam. És ilyenek valahol az lehet az oka, hogy egy nagy cégnél, hogyha kitalálsz valamit, akkor elmondod a többiek, és akkor jobbkarátok a fejleteket, hogy hát talán nem most, hanem a következő iterációban, vagy talán egy másik termékben. Ami igazából értető, tehát ez nem egy ilyen konspiráció, aminek az a célja az embereket ilyen kicsi dobozba zárja, hanem hogyha egy ilyen érett cég megtalál egy aranytojás tojótyúkot, akkor arra érdemes vigyázni és nem szétinnoválni, mert csak így elrontani tudod. De hát mégiscsak így az a vége az egésznek, hogyha azt szeretnéd, hogy gyorsan sok ötletet kipróbáljál, akkor jobb esélye van egy kisebb cégnél. És akkor most elszeretnék térni a másik átalakulásra, hát igazából az alkotói folyamat az folyamatos átalakítás, de maga a játékom az a Terraforming Earth a címe, arról szól, hogy ez a három cuki, de kicsit esetben robottal kell az első tagosodott földet visszaállítani. Maga a játék egy puzzle játék, a három robotnak mind különleges képességei vannak, egyedi képességeik, amik össze kell dolgozzanak, de egy puzzle játék. Nagyon szeretem a puzzle játékokat, mert mindig amikor megoldok egy ilyen feladmányt, akkor így hirtelen azt hiszem, hogy szuper okos vagyok. És arra jutottam, hogy én azt szeretném, hogy mások is érezzék magukat szuper okosnak. Azért vágtam bele ebben még 2011-ben, munka mellett így csinálgattam, de ugye nyilván akkor kapott lendületet, amikor így tavaly elkülisben egy főállásban elkezdtem ezt tolni. Ez így nézett ki egy három hónapja, ezt én rajzoltam, és akkor ennek a szlájnak az a tanúsága, hogy ha egy 100 fős cégnél nem olyan jó dolgozni, akkor egy fős cégnél sem, és szerencsére meg, mert nem értek mindenhez, ilyen csúcsa. De szerencsére meggyőztem Alvegyi Lóci barátomat és Kelmen Csabet, aki elhitte, hogy ez egy tök jó játék, játszottak vele, és megrajzolták, megrajzoljuk. És most így néz ki a játék, ami egy előrelépés. A játék célja egyébként az, hogy ez a három robot így összedolgozik egymással.
és el kell juttatni ezt a lila pókrobotot, aki az életnek a szikráját itt őrzi magában, igazából egy ilyen sétáló terrárió, el kell juttatni a célba, különböző akadályokat megoldva, és arra a pontra letesz a robot egy ilyen berendezést, egy ilyen terraformáló berendezést, ami szépen lassan így eloszlatja ilyen nanobot felhőt így végigtől a pályán, és azok a nanobotok így fák csinálnak, tehát nőnek ki a fák a földből. És azt szerettük volna, hogyha ez az effekt nagyon vizuálisan egy ilyen jutalmazó élmény lenne a játékosnak, mert végig küzdködted magad egy csomó ilyen logikai feladványon, akkor már lássa is valami szépet. És akkor megrajzoltuk a Csabival nagyon szépen ezeket a fákat, mert csak megrajzoltál, meg webprogramoztam, hogy szépen így előtűnjenek. Másnap jött és ezt tesztel, és így nagyon vártuk, hogy fú, hát most mi lesz a hatás, hogy fogja eldobni az agyát az alany. És így leteszi a gépet, megtörténik a csoda, és így semmi reakció. Megtörténik ez még így egymás után ötször, az öt következő pályán, és így nagyon fogjuk a fejünket, hogy hát címvak, ez a srác, vagy mi van bele. De nem, aztán kiderült, hogy mással látja az átmenetet, és akkor így fogtuk a fejünket, kiderült, hogy a lassan átmeneteket, főleg egy videójátékban sem kisebb lesz szíves, hogy kis meggyorsítottuk az átmeneteket, és tettünk rá ilyen kis csillogó hatást, és akkor ezt így megjavítottuk. És ezt a sikertelenséget, hogy csináltuk valami rosszat, ez igazából, ez mégiscsak egy sikeres történet, mert nagyon gyorsan rájöttünk arra, hogy valami baj van, mert rögtön már másnap leteszteltük, és kiderült, hogy ez nem jó, és megszereltük, és most már jó. És itt köttök vissza az alkotói folyamatba, hogy ez nem úgy néz ki, hogy kitalálod, megcsinálod, de nem fontos része a megosztás, megmutasd másoknak letesztelt. Úgyhogy ez inkább úgy néz ki, hogy kitalálod, megcsinálod, és megmutatod másoknak. Aztán megint ilyen kitalálsz valami mást, megcsinálod, megosztod, kitalálod, megosztod, ezt csinálod egy körbe-körbe, elég sokáig, elég kitartóan, és akkor a végén lesz egy klassz termék, remélhetőleg. És most a megosztási folyamaton egyébként ott tartunk, hogy pénteken kerül ki az első nyilvánosan letölthető verziója a játéknak, egy ilyen alfa demo, ami igazából nagyon örülnénk, hogyha minél többen kipróbálnátok, és a visszajelzésetek alapján új ötleteik lennének, és újra megcsinálnánk, és újra megosztanánk, és ezt a ciklus folytatnánk tovább. A játékot egyébként a Decent Labs nevű ön- és termékfejlesztő központban készítjük, ahol szeretettel várunk minden alkotótársat, aki kiszabadult az állatkertből. És még egyszer, a játék az júniusban lesz kész a Steamen, és addig a terraforming.earth nevű című oldalon le tudjátok tölteni, és játszatok vele, és érezzétek magatokat ti is okosnak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Andrisnak az előadást! A következő Pecsekucsáról egy másfajta átalakulásról fog beszélni. Mányi István és csapata az utóbbi idő jelentős részét a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciós munkálatait töltötte. István arról fog mesélni, hogyan is telt ez a jó pár év. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit! Olyan időszakról beszélek, amikor az ország egyik vezető tervező vállalatánál szép prémiumot kellett felajánlani ahhoz, hogy valaki elvállaljon egy historizáló épülettel kapcsolatos munkát. Ez a közgáz rekonstrukciója volt. Viszont ennek az eredménye hozta számomra a személyes megbízás a Szépművészeti Múzeumhoz. Egy kis historizáló történet. Magyarországon a klasszicizmussal indult, ki ne csodálná a Nemzeti Múzeumot, mint klasszicizmus, mint neoreneszánszt a operaépület esetében, a közgáz, mint fővámház, a Szépművészeti Múzeum, de hát ugye ott az előbbi oldalon volt még egy retrográd fotó is a Szentháromság téri régi pénzügyminisztérium épületét illetően. Azért mondom ezt a retrográdot, mert Nikolaus Pevsner a óriási európai építészet történetében építészeti állarcos bálnak nevezte a historizmust. Nos, ez summás megállapítás, és
nagyon sok kérdést tett föl. Ilyen kevés idő alatt én részletesen nem tudok beszélni arról a 34 éves folyamatról, amit a tervezéssel töltöttünk. Ezért invitálok mindenkit, gyertek el, nézzétek meg a Szép Művészeti Múzeumot, és döntsétek el, hogy ez a tervező csapat jól végezte a munkáját. A képekkel én egy folyamatot szeretnék bemutatni, és adott esetben majdnem is a képekről beszélek, ezek önmagukért beszélnek. Tehát nem igaz az, hogy a historikus épületeket Magyarországon a múltat végképp eltörölni akaró kommunizmus támadta meg. A Szép Művészeti Múzeum épületének az átépítése 1940-ben kezdődött. Tehát általános volt a historizmus elítélése. Ez tulajdonképpen sajnos a történelem ismételte önmagát, nem változott semmi sem, minden építészeti kor az előző időszakot igyekezett romba dönteni. A baroktól még kíméletlenebbül viselkedett a modern, a historizmussal. Nos, ugye nagy kérdés, hogy kik csinálták ezt? Hát a mi professzorunk, vezető építészeink, kitűnő kultúrái, nagy tudású emberek voltak, de túl közel voltak még a historizmushoz. Ők a 19.-20. század fordulóján már a modernet szívták magukba, ez volt a csillaguk, nem tudtak mit kezdeni a historizmussal. Itt van ez a valami, amivel kezdeni kéne valamit, és nem tudtak vele kezdeni semmit, és a legnevesebb építészeink tették tönkre a legszebb historizáló alkotásokat. Tehát itt, amikor én a közgáznál megkapaszkodtam ebbe a gondolatkörbe, a Szép Művészeti Múzeum tervezése előtt a Soros Alapítvány támogatásával Európa 40 vezető múzeumát látogathattam végig, tehát megtanultam múzeumul beszélni. Azt, hogy ez nálunk ilyen sokáig tart, amikor először jártam Párizsban, akkor egy hatalmas gödör volt a piramis helyén. Mi most jutottunk el addig, hogy egy historizáló épületet megújíthattunk. Egy nagyon fontos állítás. Attól, hogy egy 19. századi épület díszítéseit helyreállítjuk, jelesül egy múzeumét, attól még nem lesz egy hatékonyan működő kortárs épület. Az az épület, amelyik nem tud válaszolni a kor kihívásaira, vagy a tervezők, akik nem tudnak erre válaszolni, azok fölöslegesen dolgoznak. Ugye a román csarnok, ez 70 évig volt raktár a Szép Művészeti Múzeumnak, maguk a múzeum művészet történészei ennyire elutasították ezt az irányzatot. Mi történt? Megjelent az időszaki kiállítás. Eleddig, a 70-es évekig kivételezett kör járta a világot, Párizst, Rómát, Londont, New Yorkot, vándoroltak a műtárgyak után, és jött az időszaki kiállítás, amelyik fölrobbantotta ezt az álmos múzeumi keretet, és alkalmanként két nagyságrenddel meghaladta a múzeumok nézettsége, a kiállítások nézettsége egy létesítés időszakában létező számot. Ez azt jelenti, hogy a Szép Művészeti Múzeumban korábban a közönség szolgálat az két darab tőzeges WC volt, és egy kis asztalka, ahol jegyet lehetett venni, vagy egy-két színes levelező lapot. Nos, ezzel a változással a múzeumokban megjelentek az időszaki kiállítások, előadótermek, kávéházak, ott volt a kereskedelem, a múzeum voltok, a kreatív gyerek, felnőtt foglalkoztatók, társadalmi találkozások, kulturális hely lett, tehát nem csupán egy kiállítás megtekintése, hanem ma egy jó múzeumban egész napot el lehet tölteni. Itt van a román csarnok ennyi év munkának az eredménye, amit teljesen a romokból hoztunk vissza, de azt, hogy a Sikedanc látvány tervezett a Hősök terén, az azt jelentette, hogy egy gyönyörű lépcsősoron fölmegy az emeletre, azt elnevezi földszintnek, és a addig terjedő alapfalak közötti tereket pedig homokkal visszatölti. No, ezt a 10.000 négyzetméternyi rettenetes mennyiségű homokot hordtuk mi az épület alapfalai közül, nem alóla, hanem közül, és ott hoztuk létre
azokat a tereket, ahol a közönségnek kényelmes előtere van, ruhatára van, 1200 főre kávéháza van, és hát itt van a jövő. Mindig mondom Bál Lászlónak, hogy nekem időm még rengeteg, igyekezzen pénzt szerezni. A reneszánsz csarnok fölött van egy káprázatos lofttér, ahonnan körkilátás van egész Budapestre. Az egész rekonstrukciót érdemes lett volna ennek a kedvéért elkezdeni. Ez most még csak papíron van, de remélem, hogy megérem a megvalósulását. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérjük a másik előadót is, hogy jöjjön és jöhetnek a kérdések. Jó estét! Nekem a szépművészetivel kapcsolatban, igazából az ilyen lelkismereti hozzáállással kapcsolatban a kérdésem, hogy az ilyen jellegű helyreállításoknál, illetve építéseknél mennyire megbocsátó a kivitelezőnek a lelkiismerete mondjuk egy ilyen jellegű épületnek, mondjuk, hogyha hozzányúl, módosít, adott esetben mondjuk rátesz egy erkélyt valakinek a kedve szerint, és a többi is. Az ilyen dolgok soha nem a kivitelező kérdésére történnek. Én mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy az építésvezetővel kitűnő kapcsolatom legyen. Rengeteg nagy fröccsöt és hosszú lépést kellett ehhez meginnom, de ezt a szakmát együtt műveljük. Nem hiteles az a hivatkozás, hogy a kivitelező elrontott valamit, vagy valamelyik szakági tervező elrontott valamit. Az építész felelőssége nem osztható. Ő felel az egész folyamatért, még akkor is, hogyha rengetegen állnak fölötte, és időnként pusztán fogyóeszköznek tekintik. Tehát azt, hogy itt mi egy hiteles, a hitelesség, tehát mindig a hitelességről van szó, és arról, hogy amikor mi több százezer, több méter homokot kihordtunk az épületből, ugye ez egy építészet történeti múzeum is, nálunk soha nem létezett antik korok terei jelennek meg, de itt van a román, a reneszánsz és a barokk hatalmas csarnok tereivel, tehát a helyreállításnál a hitelesség, és amit újonnan teremtettünk, az pedig kortárs munka, és itt is a hitelesség az, amely az egyedüli mérőszám. Nem tudok hozzászólni. Kifejtettem részletesetet. Tehát amit mi építettünk, ezen az új földszintjén a múzeum épületének, itt csak kortárs elemeket alkalmaztunk, és nagyon-nagyon sok jó barátot szereztünk a restaurátorok között is, a kivitelezők között is. Azt kell mondjam, sajnos kevésbé a művészettörténészek között. Ők nem szeretik ezt az épületet. Nekem lenne egy kérdésem a játékkal kapcsolatban, hogy bár arra nem volt időt szerintem kitérni, hogy említetted, hogy különböző logikai feladatokat kell megoldani ahhoz, hogy újra élhetővé tenni a bolygót, vagy valami ilyesmi, és hogy nekem az jutott először eszembe, amikor meghallottam, hogy miről fog szólni a játék, hogy esetleg kicsit ilyen népnevelő szándék, tehát hogy az ökotudatos, környezetkímélő, stb. Ilyen gondolkodásmódra is az embert esetleg rá tudja vezetni, hogy van egy ilyen rétege is ennek a játéknak, vagy mi lesz a feladata, vagy milyen logikai kihívásokat kell teljesíteni ahhoz, hogy az ember itt építeni tudjon. Ez is feltennéd a kezed, hogy feltennéd a kezed, hanem tudjuk válaszolni. Itt? Én középen, nem tudom. Középen, aha. Igen, hát az maguk a logikai kihívások szintjén nem biztos, hogy meg fog jelenni, mert végül is ajtókat kell kinyitni és lifteket kell bekapcsolni, de egy olyan mechanikát terveztünk egyébként, hogy amint elülteted az életnek a magját és ezt tovább terjed a pályán, akkor az esetleg kinő egy fal, és akkor azon fel tudnak mászni a robotok, vagy belüli borostyán a hidat, és akkor azon is át lehet
jutni, tehát egy játékmagyarik a szintjén ez. Egyébként ilyen edukációs szinten meg ilyen óvatosan bele lehet csempészni ilyen üzeneteket, de nagyon vigyázni kell, hogyha egy játékos megsérti, hogy itt most oktatni akarják őt, akkor azonnal kikapcsolja a számítógépet, úgyhogy ezzel óvatosan kell benni. De hát maga a témaválasztás is azért elég erősen, hát minden esetre így emelgeti fel a szemöldökét, hogy a földdel azért van valami, és lehet, hogy nem kéne hagyni, hogy elsorogosodjon. Kérdezhetek én is? A unokáim nevében kérdezem, hány éves kortól üzemképes ez a játék? 7 éves láttam játszani vele nagyon lelkesen, annál fiatalabbat még nem, de ez nem zárja ki, hogy a 3 éves kisfiam szinten. Akkor felkészülő fázisban vagyunk. De nincsen a játékban egyáltalán direkt erőszak, mert véletlenül beletesztem egy kisképp, és akkor felrabbansz, de nincsen ilyen erőszak. Köszönöm.